Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Bűnszervezetben árulták a drogot, a banda tolnai vezetőjét évekig megfigyelték a rendőrök. Felkészültek a fűtési időszakra, hideg éjszakák miatt már többen kérvényezték a távhőszolgáltatást Szekszárdon. Tolna megyei közgyűlés elfogadták a következő ciklus fejlesztési tervét. Egyházi fejlesztések, az oktatási intézményekre koncentrál a Pécsi Egyházmegye a következő években. Kábítószer kereskedő bűnszervezetet irányított egy 54 éves tolnai férfi. Éveken át árultak különböző drogokat, a hálózatot pedig ő maga irányította. A nyomozást most zárták le. Az elfogás előtt a banda fejét éveken át megfigyelték és lehallgatták a rendőrök. Videón, ahogy a rendőrök elfogták a kábítószer terjesztő bűnszervezet vezetőjét még tavaly júliusban, a tolnai férfit közel 2 éven keresztül lehallgatták és megfigyelték. Az akcióban a Tolna megyei rendőrökön kívül a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai is részt vettek. Az elfogással egy időben 6 helyszínen tartottak Tolna megye szerte házkutatásokat, és 1/2 kilónyi amfetamint, valamint más drogokat is találtak a nyomozók. Az akcióban hozzávetőleg 130 fő kolléga vett részt. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának állománya mellett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodának az állománya, illetve Fejér és Baranya megyei RFK állományából kollégák, továbbá a helyi rendőrkapitányságok is segítséget nyújtottak nekünk a helyszíni intézkedésekben. A nyomozást most zárták le, kereskedéssel 8 főt gyanúsítanak, és még további 40 fogyasztó ellen indult eljárás. A dílerek mindannyian bűnszervezet tagjaként dolgoztak. Kiderült, hogy a hálózatot a videó látható 54 éves tolnai férfi irányította. Maga a vezető egy személyben állt a szervezetnek az élén, és legalább 3 szintet lehet magában a szervezetben megkülönböztetni. A gyanúsítások alapján a mostani állapotban 8 fő vett részt magában a bűnszervezetben bizonyíthatóan, de azt tudni kell, hogy ez a bűnszervezet korábbi fölépítésében már bomlasztásra került, tehát ez a 2020-as állapotnak megfelelően az újra szervezett egységeket takarja. Korábban számos alkalommal vontunk már ez a bűnszervezethez köthető egyéb elkövetőket eljárás alá. A tolnai férfi bizonyíthatóan legalább 28 millió forintra tett szert a drogkereskedés során. A rendőrök ezért vagyonelkobzást is elrendeltek, összesen 55 millió forint értékben. A bűnszervezetben kábítószereket áruló banda tagjai akár 10 év börtönt is kaphatnak. 531 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 820.078 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 6 beteg, így az áldozatok száma 30.151 főre emelkedett. 438 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.874.000-en kaptak. Tolna megyében 5 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, így a járvány kezdete óta összesen 17.909-en kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Azért küzdök, hogy a csak 4 év alatt odaadni tervezett teljes 13. havi nyugdíjat már 2022-ben, azaz felgyorsítva odaadjuk az érintetteknek, jelentette be új intézkedési tervként a péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor. A kormányfő azt is jelezte, hogy a gyors minimálbér emelést körültekintően a cégek kompenzálásán keresztül kell megtenni, nehogy megnőjön a munkanélküliség, és azt is érzékeltette, hogy személy szerint nem támogatja a munkahelyeken annak a jognak a megadását, hogy kötelezővé tehessék az oltást, de vita van még a kormányon belül, amit rövidesen lezárnak. Majdnem olyan jól ismerjük a vírust, mint amilyen jól ismer ő bennünket. És azt már megtanultuk, hogy csak az oltás segít. Most a probléma az, hogy van olyan magyar, aki ezt elhiszi, és van, aki nem. Most akik elhiszik, azok beoltatják magukat. Ők biztonságban is vannak. Őket a 4. hullám, ha el is éri, sokkal kevésbé fogja meggyötörni, mintha nem lettek volna beoltva, és kisebb veszélyt jelent az életükre, mert bele lehet halni, mintha nem oltották volna ebbe magukat. A baj azokkal van, ha szabad így fogalmaznom, akik nem oltották be magukat. Mert ők életveszélyben vannak, vagy legalábbis egy súlyos betegségnek vannak kitéve. De a magyar az egy bátor fajta, és egész addig, hogy be nem kopogtat a baj az ajtón, addig nem,
nem veszik komolyan. Szerintem én mindenkit arra kérek, hogy vegye komolyan ezt a dolgot. Higgye el, hogy életveszélyben van, kockáztat egy súlyos kórházi ellátással járó betegséget. Kockáztatja a körülötte élőknek az egészségét is. Oltassa be magát. Döntött a kormány a családi adó visszatérítés részleteiről. Kiderült, hogy kik a jogosultak. A pénzügyminiszter azt közölte, hogy a visszatérítés minden olyan gyermekes szülőnek jár, aki családi pótlékra jogosult, ha pedig a családban mindkét szülőnek van bejelentett munkahelye, mindketten visszakapják a befizetett SZJA-t. A vállalkozók is megkapják az adó visszatérítést, amennyiben van gyermekük, és a jogosultak körét gyarapítják az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők, az ingatlan bérbeadók, valamint a katás és az ekós adózók is. A gyermeket nevelő katás vállalkozók így a 2021-es tételes adójuk 1/4-ét, míg az ekós adózók a befizetett 15%-os adójuk 2/3-át kapják vissza. Mint ismert, a családi adó visszatérítés feltétele, hogy a magyar gazdaság növekedése az idei évben elérje az 5,5%-ot. Ez a jelenlegi számításaink szerint teljesülni fog. Ha folytatjuk az újraindítás segítő intézkedéseket, akár a 7%-ot is elérheti, sőt meghaladhatja a magyar gazdaság növekedése. Ez azt jelenti, hogy 1 millió 900 ezer szülőnek összesen 600 milliárd forintot fizetünk vissza. Ez minden idők legnagyobb családoknak nyújtott adókedvezménye. Lehet, hogy mentővet dob az Európai Bizottság azoknak a magyaroknak, akiket az orosz Sputnik V-vel vagy a kínai Sinopharmmal oltottak be. Bár az Európai Gyógyszerügynökség egyik vakcinát sem engedélyezte, Ursula von der Leyen bizottsági elnök egy levélben jelezte, az Európai Unió Egészségbiztonsági Bizottsága megvitatja, hogy azok a magyar állampolgárok, akik kínai vagy orosz oltást kaptak, de most harmadik oltásként egy európai engedéllyel bíró vakcinát is felvesznek, ugyanúgy megkaphassák az európai oltási igazolványt, és ne kelljen a jövőben utazási korlátozásokkal szembenézniük. Szeptember 15-től hivatalosan is elkezdődött az idei fűtési időszak. A szekszárdi távhőszolgáltató non-profit Kft. Is elvégezte a szükséges karbantartási feladatokat, és felkészült a szezonra. Csukla Tibor, a cég ügyvezetője azt mondja, hideg éjszakák miatt már többen kérvényezték a szolgáltatást. A 100%-ban a szekszárdi önkormányzat tulajdonában álló vállalat 5600 lakásban és 240 közületben végez szolgáltatást. Megtörtént az éves karbantartás a szekszárdi távhőszolgáltatónál. Most már biztonságosan nekivághatnak a fűtési szezonnak. A szabályok szerint a cégnek már szeptember 15-től készen kell állnia arra, hogy elindítsák a fűtést, hiszen ekkortól a társasházak közös képviselői már kérhetik a szolgáltatást. Többen éltek is ezzel a lehetőséggel. 5600 lakásunk van, ez egyszerre nem fog menni. Hát ahogy folyamatosan kérik, úgy indítunk, vagy pedig, hogyha eléri azt a hőmérséket, amikor egyébként is elindítanánk, de ez itt azért az, hogy éjszakai hidegek vannak, azért valószínűleg előbb fogunk indulni, mint az átlag hőmérséklet megköveteli. A távhőt a szabályok szerint akkor kéne csak beindítani, amikor a hőmérséklet egymás utáni 3 napon 12 Celsius fok alatt és 1 nap 10 Celsius fok alatt van. Csukla Tibor, a szolgáltató cég vezetője elmondta, ők elvégezték a karbantartási munkálatokat, de nagyon fontos, hogy a lakástulajdonosok is átnézessék fűtési rendszerüket a szolgáltatás zöggenőmentes működéséért. Föl kell tölteni a rendszereket, hogyha le voltak üdítve, ki kell légtanítani mindent központilag. Ezért kérjük a lakókat is, hogy issák ki a radiátor szerepeket, ez nagyban megsegíti azt, hogy a fűtésindítás sikeres legyen. A légtanyít is be is segít, meg hát az, hogy látjuk azt, hogy hol indul el a fűtés, hol nem. A szakértő azt kéri, ha problémát észlelnek a lakók, akkor azt mindenképpen jelezzék a szolgáltatónak, vagy a házuk közös képviselőjének. Már lehet regisztrálni a legnagyobb belföldi hulladékgyűjtő eseményre, a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióra, mondta Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaságfejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára. Tavaly a járvány miatt nem lehetett hirdetni az eseményt, de 2019-ben majdnem 4 millió résztvevő, 3240 helyszínen mintegy 2400 tonna hulladékot gyűjtött össze, mondta az államtitkár.
Az idei TESZED hulladékgyűjtő akció október 18-ától 24-ig tart. Regisztrálni a regisztráció.szelektálok.hu oldalon lehet október 10-ig. Elfogadta a következő időszak fejlesztési koncepcióját Tolna megye közgyűlése. Megközelítően 45 milliárd forint jut majd az igények kielégítésére. Fehérvári Tamás elnök azt mondta, a cél, hogy folytassák a már elkezdett terület- és településfejlesztési programot. Emellett a testület megválasztotta Zsikó Zoltánt a közgyűlés társadalmi alelnökévé. Ünnepélyes aktussal vette kezdetét a Tolna megyei közgyűlés soros ülése. A képviselők titkos szavazással társadalmi alelnökévé választották Zsikó Zoltánt. A megválasztott képviselő azt mondta, bár le kell mondania eddigi Bátaszéken viselt tisztségéről, tervei szerint a jövőben többet tud majd tenni a térség érdekében. Lehetőségem lesz ezáltal még többet tenni a szülőfalumért, még többet fogok tudni majd tenni Szekszárdért, Bátaszékért és a térségért és Tolna megye fejlődéséért. A megyei közgyűlés kidolgozta a következő ciklus területfejlesztési koncepcióját. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a rendelkezésre álló 45 milliárd forint felhasználására a települési vezetők és az országgyűlési képviselők javaslatai alapján született döntés. Itt arról kell tulajdonképpen dönteni, hogy az a 45 milliárd forint, ami a következő ciklusban várhatóan erre a topos rendszerre majd jut, ezt milyen arányból osszuk el a járási székhelyek, kis települések, városok, falvak, tehát hogy mindenki jól lakjon, mindenki megkapja azt, amit szeretne építeni, fejleszteni a következő ciklusban. A megyei közgyűlés elnöke kiemelte, az elmúlt ciklusban elvégzett fejlesztések közel 40 milliárd forintot emésztettek föl, melyek jó alapul szolgálnak a következő évekre, hiszen számos olyan ötlet érkezett be a javaslatok közé, mely a megkezdett beruházások folytatására fordítaná a forrást. Fehérvári Tamás azt is kifejtette, a tervezet nincs kőbevésve, így alkalmasint belső átcsoportosításokkal további ötletek is kaphatnak pénzügyi támogatást. Az elmúlt 5 esztendőben közel 18 milliárd forintot költött a Pécsi Egyházmegye intézményeik és közösségi épületeik, valamint templomaik fejlesztésére, mondta el Tolna megyei látogatása során Felföldi László pécsi megyés püspök. Az egyházi vezető kiemelte, a következő években elsődlegességet élveznek az oktatást igénylő intézmények a korszerűsítés területén. Az elmúlt ciklusban a legfontosabb fejlesztések megtörténtek az egyházmegyében, jelentette ki Felföldi László megyés püspök Tolna megyei látogatása kapcsán. A korszerűsítési koncepcióban kiemelt szerepet kapnak az oktatási intézmények a jövőben. Ennek megfelelően egyetemi szakkollégium jöhet létre, rövidesen Pécset. Ott vannak is épületeink, amikre még pénzt kell szereznem, hogy sikerüljön felújítani, és egy kicsit a jövő nemzedékét megerősíteni egy kollégiumi életben, egy szakkollégiumi munkában. Az egyháznak nincsenek saját bevételei, így minden fejlesztéshez pályáznia kell, vagy támogatásokat kell szereznie, mondta az egyházi vezető. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat a módokat, ahol pályázhatunk, vagy azokat a komolyabb segítségeket, akik felajánlják egy-egy templomra, egy-egy közösségi helyre a saját adományukat, a saját segítségüket. Így tudunk tulajdonképpen mindig tovább lépni. Az egyház az elmúlt 5 esztendőben közoktatási és intézményi fejlesztésre, valamint templomok plébániák korszerűsítésére egyaránt 8,7 milliárd forintot költött, hazai és európai uniós pályázati alapok felhasználásával. Regionális híreink következnek. Közel 8 milliárdból épül kikötő Mohácson, az áruforgalmi igényeket szolgálják majd ki. Modellváltás, tapasztalatok, kihívások, konferencia a pécsi közgáz születésnapján. Összetartó közösség, bálványost ünnepelte a térség. Ünnepélyesen is letették az új országos közforgalmú kikötő alapkövét Mohácson. Az eseményen elhangzott, ez a beruházás tovább erősíti a vízi közlekedést, mely nagy hangsúlyt kap az elkövetkezendő években. A közel 8 milliárd forintos fejlesztés a tervek szerint 2023 végére készül el, melynek célja, hogy kielégítse a térségben jelentkező áruforgalmi igényeket, egyben erősítse Mohács regionális szerepét.
csak nem 8 milliárd forintból létesül új országos közforgalmú kikötő Mohácson. Ebből az alkalomból helyezték el ünnepélyes keretek között a beruházás alapkövét. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az eseményen azt mondta, a lendületes és eredményes közlekedésfejlesztés a sikeres gazdaságélénkítés alapja. A kikötő jelenlegi területe egy 330 folyóméter hosszúságú függőleges partfal építésével bővül, három új hajóállást és szabadtéri konténertárló területet alakítanak ki. A nehéz és terjedelmes áruk rakodására alkalmas eszközök, daru és targonca beszerzése is megvalósul. Őri László, a Baranya megyei közgyűlés elnöke beszédében azt mondta, a kormány és a település hosszú ideje folyamatos, töretlen együttműködésének köszönhető mohácsi beruházások nem csak a megyére, de az egész régióra kihatnak. Ez annak köszönhető, hogy volt egy összefogás, hogy itt Baranyában, ebben a térségben megvalósult az, amely minden sikernek a kulcsa. Nem egymás ellen, hanem egymással összefogva tudtunk küzdeni ezért a térségért, és megvolt a folytonosság és a kontinuitás. Hargitay János országgyűlési képviselő azt emelte ki, hogy a beruházás kapcsolódik az M6-os autópálya befejező országhatárig tartó szakaszának megépítéséhez, a tervezés alatt álló Mohácsi Dunahíd létesítéséhez és egyéb a városban zajló fejlesztésekhez, egyben a Mohácsi csata 500. évfordulójára való felkészülés jegyében zajló beruházásokhoz is. Ezek is az előkészítés fázisában vannak. Ez a szűken vett kulturális és emlékezett politikai eseményhez kötődő beruházássor, és 40-50 milliárdra tehető. És akkor ugye még adják hozzá ezeket az igazi nagy fejlesztéseket. A várhatóan 2023 végére elkészülő beruházás célja, hogy kielégítse a térségben jelentkező áruforgalmi igényeket, egyben erősíti majd Mohács regionális szerepét, és vonzó, versenyképes logisztikai szolgáltatást nyújt a régió vállalkozásainak. A pécsi egyúttal a vidéki egyetemi szintű hazai közgazdász képzés indításának 50. évfordulóját tavaly ünnepelte volna a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi kara. A járványhelyzet miatt azonban idén emlékezhettek meg erről az évfordulóról. Kétnapos tudományos konferenciát szerveztek a közgázra, ahol a globális világ kihívásai, változásai, a hozzájuk való alkalmazkodás, újratervezés került az előadások középpontjába csütörtökön. Az egyetemi modellváltásról beszélt az egyetem közgazdaságtudományi karán Búdis József kuratóriumi elnök csütörtök délután. A közgáz 50 éves évfordulójára rendezett konferencia első napját zárta az előadása. Az elnök azt mondta, a modellváltás egy folyamat, amit mindenkivel meg kell ismertetni. Például az oktatókkal, akik többet kereshetnek az új feltételek között. Már szeptembertől elvileg jelentkezik például a bér tömegemelés, hogy az egyes karok, illetve az egyetem vezetése hogy dönt, hogy ez hogy ossza szét, milyen technikával, az az ő dolguk. Mi azon dolgozunk, hogy ez a forrás itt legyen. Egyébként a forrás megvan, technikai dolog, hogy mikor kerül ide, de ez egy őszi realitás, és ezt mindenkinek kell érezni, hogy ez valós. A cél, hogy a jobb teljesítményt jutalmazzák a bérekben is. A feltételrendszert kidolgozták már ehhez. Az egyetem jelentős fejlesztési forráshoz is juthat, amit körültekintően kell felhasználni, mondta Búdis József. Az új fejlesztéseinkben azért kell nagyon bölcsen eljárni, mert minden olyat fejleszteni kell, ami több hallgatót hoz ide, képzettebbé teszi a hallgatókat, több kutatót hoz ide, több eredményhez vezet. De semmi olyat nem szabad fejleszteni, ami ilyen öncélú, ami csak magamutogatás, ami nem tudja fenntartani magát. Tehát itt ez lesz az igazi komoly döntés. Mint ismert, olyan tudományos park kialakítását tervezik a kormányzattal közösen, ahol a kutatások eredményei a gazdaságban is hasznosulhatnak majd. A több 10 milliárdos beruházást azonban úgy kell megtervezni, hogy valóban elérje célját, mondta a kuratóriumi elnök. Főzőversennyel, koncertekkel és gyermekprogramokkal is várták a helyieket a Somogy megyei Bálványoson. A településen a járvány miatt a megszokott májusi időpont helyett szeptember közepén tartották a falunapot.
Kereki, Kapolyi és Balatonföldvári csapatok is a Bogrács mellett töltötték a szombatot, mindenki saját recepttel készült a bálványosi falunap megmérettetésére, a legjobb ételeket díjazták is. Sokan érkeztek a környező településekről is, hogy a szabadban együtt töltsék a napot. Ez a baráti társaság Balatonföldváról jött. Általában minden évben állunk, mert így nagyon jól érezzük magunkat. Ez egy igazi falunap. Meg vagyunk elégedve kajakkal, szervezéssel, sok ismerősünk van. Minden évben itt vagyunk, és nagyon jól érezzük magunkat. Le a kalapok, polgármester előtt. A járvány miatt idén több hónappal el kellett halasztani a hagyományos falunapot. A szervezésnél azonban odafigyeltek arra is, hogy minden korosztálynak kínáljanak kikapcsolódási lehetőséget. Május utolsó szombatján szoktuk megrendezni a hagyományos falunapunkat, ami sajnos a vírus miatt átcsúszott az őszre. Kevesebben vannak az elmúlt évekhez képest, a programok a szokásosak főzőversennyel kezdődik, a délelőtt gyerekvetélkedővel lesznek fellépőink, tombola sorsolás és a bállal fog zárulni. A 600 lelkes településen számos beruházás zajlott az elmúlt években, több pályázaton is sikeresen szerepeltek, ennek köszönhetően szépült bálványos. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Bűnszervezetben árulták a drogot, a banda tolnai vezetőjét évekig megfigyelték a rendőrök. Felkészültek a fűtési időszakra, hideg éjszakák miatt már többen kérvényezték a távhőszolgáltatást Szekszárdon. Tolna megyei közgyűlés, elfogadták a következő ciklus fejlesztési tervét. Egyházi fejlesztések, az oktatási intézményekre koncentrál a Pécsi Egyházmegye a következő években. Szombaton és vasárnap kifejezetten kellemes, meleg, késő nyári idő várható, többnyire derült éggel. Gyenge mérsékelt lesz a nyugatias szél, éjszaka csillagfényes, eseménytelen időnk lesz. Hétfőn már változékonyabb, borongós időre készülhetünk, kisebb eső, zápor eső, délnyugaton zivatar is lehet. Nyugaton délután az északi szél megélénkül és csökken a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!